Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! Indeges a kamerában, máshol már van kameránk, ez az. Uh, figyelj, volt egy beígért oxfordi beszélgetésünk, az meg is történt, de kicsit más stílusú lett, mint szoktuk. Balásból is kibújt az ex-rajkos, és, és az utility görbéről ódákat zenged, ha nem tudom miért. mivel védett Balázs? Hát ne, én nem védem, ez egy olyan beszélgetés volt, ami... Na, tehát olyan valakit hívtuk meg, akinek a témájához nem értünk, és ez tényleg szoktuk mondani, hogy ez a Hold After Hours, mint egy kocsmába beszélgetnénk, és akkor ez tényleg olyan lesz. Hát ez egy teljesen, Teljesen, teljesen random filozófikus gondolatok egymás után. Így van, és ö, majd kirakjuk, szerintem a YouTube-ra kirakjuk az egészet, hogy aki, aki egy rajkos beszélgetést szeretne hallgatni, azt hallgassa meg, és itt, itt majd megpróbálok tömöríteni valamit a hang, hanganyagban, és akkor, úgyhogy, na, de lesz. De. Tehát, ö, igen, ott, ott nem állunk jót magunkért szakmai hitelesség szempontjából, mert evolúciós biológia oldaláról szerintem nem vagyunk túlságosan képzettek. Így van. Na figyelj, menjünk oda, ahol képzettek vagyunk. Háború. Ugye én mindig emlékszem. Háborúban idej, sem vagyunk képzettek, de... de egyre képzettebbek vagyunk sajnos, mármint a tőzsdei hatásaiban. Szóval az a, az a, helyzet, hogy néha elmegyek vidékre, és akkor ők, ők még azt, hisz, ők azt hiszik, hogy az orosz-ukra háború az az, új, a, a, az, az, definiálja a magyar gazdaságot, csak magyarázom nekik, hogy egy gyerekek, semmi köze a magyar gazdasághoz az orosz -ukra. Volt egy energia sok, az már nagyjából elmúlt, bár még mindig drágább az energia, és akkor megbeszéltük, hogy na jó, oké, annyit számít, hogy ukrán vendégmunkások kevésbé jönnek, és ez ott keret Magyarországon számított, de nagyjából ennyi. Viszont van egy másik háborunk, és ez a, ugye hát a palesztin-izraeli konfliktus, meg azt nem tudom, miért jó a háborúnak. Vagy ha hát van, az akkor... Fá, háborúnak. Hát akkor 60 éve zajlik, tehát akkor ez egy... Hát nem annyira aktív, mint most. Hol nem annyira aktív, hol meg annyira aktív. Na mindegy, de van egy nagyon jó ábránk, Biszfok csináltam, összerakta a ilyen négy ilyen nagy dolgot, amire hatott ez a háború, vagy nem tudjuk, hogy ez hatott-e, de nagyon érdekes. Tehát a, itt van a, a, azon a napon, amikor megtámadta a Hamas Izraelt, nem mondjuk a következő napon, mert ez hétvégén volt. Október 7-én kezdődött, tehát lassan egy hónapja, igen. Akkor azóta az S&P az nagyon esik. Markánsan nagyon esik. Ami nagyon emelkedik, az az arany. Tehát tényleg az egy ilyen fordulópont az aranyban is kilőtt, emelkedett azóta 10 ot talán többet is, kb. 10 ot Amiben... Újra alulról a 2000 dollárt. Igen. És az volt time high? és ezt nem néztem meg. Nem, mert volt már 2000 fölött is. És az amerikai 10 éves hozamot leverte, mert ugye olyankor az emberek menekülnek biztonsági eszközök, biztonságos eszközökbe, az amerikai 10 éves az annak minősül. Úgyhogy leverte a hozamot pár napra, de aztán és akkor most erről fogunk beszélni, aztán visszatért az a, az a hangulat, hogy már pedig itt hozzám emelkedés van, úgyhogy most azóta már megint csúcson van az amerikai tíz éves hozam, és a bitcoin az, amit, amit, nagyon meg... Tehát, ahogy az arany kilőtt, nagyjából úgy lőtt ki a bitcoin is, csak ugye ami az aranynál 10% emelkedés, az a bitcoinnál... Mennyi ez? 20. 20-30, igen. Szóval az egy, ez egy tökösebb arany, a digitális arany. És amit nem raktak fel az az olajcsártya, az nagyon vicces, mert az, ott egy picit, mint az, az, az át volna igazából az olajat azóta lejjebb van. Tehát ugye, ha valamire hatnia kéne, a, ennek a konfliktusnak, akkor az az olajára, hiszen homozi szoros, ilyenkor mindig előveszik a homozi szorost, de úgy látom, hogy a gazdasági lassulás narratíva az előre veri a Hormuzi... minden kockázatot így. amíg, nem, következik be, addig a Zsolt így legyint rá. Igen, homozi szoros. tényleg gond lesz a homozi szoroson, és 200 lesz az olajára, akkor majd azt mondod, hú, valami tényleg, mégis, mégis. végre volt, van homozi szoros. Na, hát addig, addig, viszont, addig viszont nekem áll följebb. Na, és... Na, de tehát az van, hogy a gazdasági lassulás, tehát hogy azt látom én, hogy a tőkepiacokon a gazdasági lassulás narratíva, hogy a világban recesszió lesz, pláne Amerikában recesszió lesz, az a, például az olajban abszolút veri a, a háború narratívát. Arany, bitcoin, ott a, bitcoinről majd később beszélünk, és és a, a tíz éves hozzám az a legfurcsább, ugye, hogy a gazdasági lassulás akkornak akkor annak le kéne jönni. Tehát ezek egymással ellentmondásban vannak. Igen, ezek igen, nagy, nagy igaz, nagyon furcsa igen. ilyen. Mondjál ehhez valamit. De ne sokat, mert ugye a Tamási erről nagyon sokat beszéltünk, tehát mondjál valamit. Te mit, mit, mi, mi, van veled? Hát ilyen időben beszéljünk Az olajról, mert hogy Jó. mindenki azt gondolná, hogy azt kellene, hogy érintse, nem? Tehát, hogy közel-keleten háború van, akkor fel kell menni az olajárnak, hiszen a közel-keleten termelnek egy csomó olajat, és akkor, ha kiesik a termelés, akkor felmegy az olajárra, logikus. És ezt szerintem tényleg ez a legmeglepőbb, hogy az olajára az a szeptemberben simán voltak a időpillanatok, amikor magasabban volt, mint most. És és hogy mi, mi, mi lehet e mögött? Hát maximum azt tényleg, hogy, hogy valaki azt gondolja, hogy a gazdaság megközben sokat lassult, de ennek ellentmód az, hogy például az amerikai kötvényhozamok, ha valaki azt gondolná, hogy a gazdaság sokat lassul, akkor annak lefele kellett volna erősen mennie, és ez például nem történt meg. Úgyhogy... Úgyhogy tényleg egymásnak ellentmondó információk mutatnak a piaci árfolyamok. Durva. Most beraktam az aranyat euróban, de úgy sincs úgy csúcson. Tehát ott van ezen a, ezen a sok, sok, tehát már itt, már itt már volt 2022 elején, aztán 2023 elején, és most megint ott van. No. Na, de olyan, tehát beszélhetünk, a, tehát az aranynak a, arany azért nincs csúcson nagyon nagy valószínűséggel, mert hogy tudod, amikor a reálhozamok felmennek a világban, akkor az arany árfolyama lefele esik, és a reálhozamok nagyon csúcson vannak viszont, tehát az lefele nyomja az arany állát. De vannak más hatások, ilyen az infláció, tehát az arany ugye állja az inflációt, ezért lehet elásni a földbe, mert nem kell félni, hogy eléflálódik az arany, és infláció meg azért bőven volt, és most már nem csak a 5 éves távon infláció, hanem évről évre elég komoly infláció van, tehát ez meg felfelé tolja az arany állát. És akkor vannak az egyéb geopolitikai kockázatok, amik meg ugye megint csak felfelé tolják a, a, az arany állát. És van, ami még felfelé tolja az arany árt ár, ár, ár folyamát, itt van egy ábránkról, ahogy a egy bankok ebbe az elmúlt két évben nagyon veszik. 800 tonna. Igen, 800 tonnát vettek idén és ez, ugye, szóval a. hogy mennyi. Na, Ugye, És aztán számol, hogy dollár. <laughs> hát ugye, unciában mérjük az aranyat, és úgy ne, <laughs> nem fog mászorozni. Tehát mindegy. Tehát, de hogy igazából egy másik uh, dolgot mondok ezzel kapcsolatban, hogy Kína mondjuk nagyon veszi az aranyat, és ez tényleg fontos az aranyárfolyam szempontjából, meg mutat szerintem valamit, tehát fontos uh, faktor viszont a kínai tartalékoknak még mindig csak nem tudom, néhány százaléka összesen az arany, tehát hogy nem tud annyit venni Kína aranyból, hogy az helyettesítse mondjuk az amerikai államkötvényeket, amíg, amíg úgy rengeteget tartanak. És ugye van, van a digitális arany, ami, ami azért érdekes, mert ott is van egy ilyen, tehát az aranyban is látható ez a konstant vásárlási erő, ami a bankok és amik így fölpörögtek az elmúlt években. A bitcoinban is van egy ilyen látható felpörgés, hogy, hogy egyre. Ugye most az ETF a narratív, hogy jön egy bitcoin ETF, és ettől megugrik. Nagyon sokan erről beszélnek, kiszámolták, hogy amikor 2006-ban jöttek az arany ETF-ek, akkor az mennyivel több keresletet generált aranyban, mert hogy akkor a tréderek, meg a kisbefektetők is könnyebben hozzáfértek, és akkor abból kiszámolták, hogy majd akkor biztos bitcoin és milyen hatással lesz. Szerintem ez, ez elég hülyeség. Nem, nem, ez a narratíva. Tehát az, amit az arany fölmegy, attól megy most Tehát így összeállt minden. Tehát Bitcoinban van egy ilyen, ott is van egy ilyen konstans hátszél, az, hogy egyre többen fogadják el, hogy egyre több JP Morgan, UBS, stb. teszi lehetővé a, privá a privátbanki ügyfeleiknek, hogy vegyenek bitcoint. Aztán van ez a, az egyre elfogadottabb. Ugye ez az, amit mondtam, hogy lehet az, az próérv is a bitcoin mellett, hogy csak hogy csak 13 éve van, meg kontraér is. Egyébként 15 éve, bocsánat, pont most van 15 éves születésnapja. Attól függ, mit hívunk születésnapnak. Én igen, itt a Bell Ronson egy izé. És akkor a, írtam egy cikket egyben, a 10 éves születésnapjára írtam, és megpróbáltam érvelni azt, hogy miért hülyeség a bitcoin. És akkor nem lehet nem lehet, nem lehetett érvelni mellette. De Azért... lehet, hát hogy ne lehetne érvelni mellette. Ne, nem lehet mellette. Tehát nem lehet semmire se használni konkrétan. Mint az aranyat. Tehát ez pont egy olyan az, arany, az is lehet érvelni, ez is egy az aranyat lehet valamire használni, csak annál jóval drágább. Igen, most az aranynak csak a, most, na, most hagyjuk az ékszer funkcióját. Store of value funkciójára gondolsz. Igen. Egyébként nagyon vicces, mert pont boomerekkel beszélgettem a bitcoin -ről. Mondtam, ez a West beszélgetése, ahol az Erste vezérigazgató, egy mnb meg én beszélgettünk, meg beszélgettünk, a, gazdaság bizalom pénz ezek, e, e, ilyen, ebben a háromszögben, és akkor a bitcoin ugye az egy nagyon jó, az, 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 egy rohadt jó példája annak, hogy honnan jön a bizalom, mi van, ha jön a bizalom, és nem is, nem is ez az érdekes. Tudod, mi azért rohadt érdekes? Mi mindig reklámozzuk az OVK-t, most az AirState-t fogjuk reklámozni. Mert az történt, hogy, hogy ugye a Revolut is nagyon sokat előkerült, hogy, hogy bejön, ugye fintek, hogy, hogy szivatja a magyar bankokat sokokból, mert mi is szoktunk beszélgetni, és akkor ott a, kiderült, hogy ezt a vezérigazgató mondta, a kollégád, az Erste vezérigazgatója, csak neki nagyobb a bankja, azt mondta, neki, azt mondta, hogy elegük volt abból, hogy látták, hogy az ember lakosság folyamatosan utalja ki az erztéből a a, 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 forintot, hogy euróra váltsa a Revoluton. És azt mondták, hogy ebből elég, és három-négy hónapja az erst nél azt lehet csinálni, hogy közel-közé pár folyamon, pol, mint a Revolutnál tudsz váltani. Bizonyos értékhatárig, ha extra ügyfél vagy, akkor magasabb értékhatárig, de nem a szokásos, mit tudom, én, kétszázalékos margin szedik le róla, vagy egy százalék, azt mondták, hogy na jó, hát akkor mi is gyakorlatilag nullán csináljuk mostantól. És Érted? De piaci verseny. Pontosan. Tehát ez, ez, ez mint ezért kell rohadtul örülni minden külföldjének, aki megjelenik Magyarországnak, mert azt csinálja, hogy megtolja. Ahogy megtolta az Uber a taxisofőrt, és most már a taxis hiéna azért anyázik, hogy bejöttek az appok, és ezért nem tudja lehúzni az ügyfeleket. Pass meg azok a kis hiénák. Tehát én láttam egyet, ezt szoktam biciklizni a keletinél. És akkor egyszer csak látom, hogy ott volt egy külföldi csávó, és oda ment hozzá a taxis, és, és jött, jött utána, hogy jöjjön velem taxival, de sajnos nem lehet kártyával fizetni, mondta a taxis az a izének, de elfogadom az eurót, a dollárt, meg a forintot. Tehát érted, tehát ennél hazugabb dolog, már minden taxis. Oda mentem az izéhez a, a, izé, a azt mondtam neki, hogy ne higgy el, ne higgy el, lehet kártyával fizetni, inkább rendeljen boltot. boltot. Képzeld, ekkora hős voltam megkockáztattam, hogy elgázol a következő sarkon a taxis, de hát passz meg komolyan, és a, 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 ugye az Albán pékek miatt meg a izékri a, a, főpék, közben Bálint a marketinges lányunk elmagyarázta nekem, hogy mi az az ételkönyv, vagy tudod, emlékszem, múltkor beszéltünk róla. Igen, igen. Az az, hogy le van írva, hogy, hogy mondjuk kakaós csiga az, ami mit tudom, hogy -e, milyen tésztából van, és mit tudom, hogy -e, mennyi a kakaós tartalma, és ha nem, nem, így, nem, ennek nem felelsz meg, akkor nem kakaós csigának, nem hívhatod kakaós csigának. És akkor ők mondjuk kakós tekercsnek hívják. Tehát érted? Tehát ez ilyen az államszabályozás, semmire se jó hülyeség. Örüljünk neki, hogy jönnek a külföldiek, és versenyre késztetik a begyöpösödött magyar akárkiket. Várjál, még akartam hozzászólni, hogy a geopolitika részhez, meg az olajhoz. Bár, de az jön, az később jön, még ne aggódj. Ja, hát már aggódtam pedig. Már, az, az beraktam. Igen, igaz, jön, az ne aggódj, van, van rá egy nem mutatom most, később kell? Igen, igen, igen. A, Jó, ne, majd, ne, szóljál, majd szóljál, majd szóljál. Igen, ne, ne, ne rúgd fel a struktúránkat. M mert itt van még egy, ha már magyar gazdaság, egy cikk, címe. Idén közel ötödével kevesebb állást hirdettek meg a cégek a profession.hu-n tavalyhoz képest, és a keresők pedig többen vannak, azok meg azt hiszem... Azok, máj, mennyi azok, azok, meg, többen vannak még hozzá, 59 százalékkal. És tehát, tehát ez a munkapiaci feszültség, ez nagyon enyhül ez alapján Magyarországon. Hát, Magyarország Magyarországon azért érezhető el a gazdaság. Így, így, van. Tehát ez, ezt várt, hát az alatok is ezt mutatják. Ezt már 21-ben vártuk a recessziót, és mondtam, amikor mondta ez, ez, a recesszióról pozitívan rovatunk, hogy végre lesz ember mindenre. Szerintem ez túlzás. Tehát látod, hát így is jönnek a külföldi vendégmunkások. Nem lesz mindenre, de több mindenre lesz ember, akkor mondjuk így. Igen. É, és miért? Tehát az eddig ajánló. mindig az volt a hogy egyre rosszabb, egyre rosszabb, nagyobb a munkerőjány, most ez fordul. Igen. Az volt, hogy. Azért már... ne várjunk 2012-t, mondjuk. Ne várjunk. De az volt, hogy ugye ilyen óriási feszültség volt már a magyar piacon. Ezt én mindenhol éreztem. Tehát abban is éreztem, hogy nem tudta elmenni a Balatonra, meg, meg ilyen. Tehát mindenhol lehetett ezt érezni, és erre stimulált rá még az állam folyamatosan, és ezt, ezt a beteg, beteg világot, ebből szépen kimegyünk. Tehát nem nem a túlpörgetett izé, 120 izé, a. a kell, hogy legyen a standard, még hogy high pressure economy. Na figyelj, és S&P 20 árok, szevasztok, a, itt van az S&P 500 hozama, Ja, miért írtam ezt ide? Azért, mert van egy, megint egy érdekes ábránk, ez, na és akkor így ez vezeti fel a geopolitikádat. Tehát van egy nagyon érdekes ábránk, az, hogy ha S&P 500 idén 7,24 százalék pluszban van, de ha kiveszük a hétfőket, akkor mínusz 3 ban ja, és az írtam oda, hogy S&P 20 20-árok, szavaztok már a 7 százalék az lónak a töke. Tehát a mi alapjaink hozamát be sem mondjuk, mint egy háromszor ennyi idén. Na, szevasztok. Na és de akkor... De forintban, meg dollárban. Ez az... meg forintban mínusz? Hát forint, forint, forint idén... Tudom, tudom, csak Na. hogy... Tehát... de, mégsem érdemes összehasonlítani. Nem érdemes összehasonlítani, de mindig is mindig, hogy megkapjuk a S&P 500 ETF, S&P 500 ETF. Hát nesztek. Aki bukni akar, az menjen, mert ezt nem piac azért ért. Igen, egy kicsit rövid az időtáv. Tíz év vette, még nem olyan boldog. Kicsit rövid az időtáv, de szevasztok, 20 ilyenkor kell izélni, érted? A... De a, a hétfő az valójában három napot jelent, tudod, mert a hétvége is hétfő ilyen szempontból. A Hétvége nem tud mozogni a tőzsde, de jönnek ki információk, ami mind hétfőn árazódik bele. De nem, nem visszatérve a hétfőre, tehát nem az van, hanem az van ilyenkor, tehát ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy az emberek pénteken eladnak. Mert félnek a hétvégétől, mert most ilyen, ilyen világ van, hogy ilyen, kirobbanhat a háború és pénteken is és hétfőn visszaveszik. És ez a, ez a negatív, pozitív mozgásból jön ki az, hogy ilyen óriási különbség van, hogyha, hogyha a hétfőket kivennénk az S&P 500-ból. Annyira ilyen világ hogy a World War 3-ra a keresés az kilőtt ezen a csárton, amit itt látunk. Persze sehol nincs ahhoz képest, mint amikor Putyin lerohant a Ukrajnát, akkor nagyon kilőtt, meg valamilyen furcsa, furcsa, években is kilőtt ez, de lehet, hogy akkor valami filmsorozat volt ilyen címmel. Na, balás tessék, akkor háború, jöhetsz a háborúddal. Ja, én csak vissza akarok csatolni, nem lesz olyan hosszú az olajra, meg a, meg a geopolitikai konfliktusokra, hogy Szerintem az egy nagyon nehéz kérdés, hogy a geopolitikai konfliktusokkal mi tud kezdeni a befektető, ugyanis azon gondolkodtam, hogy ugye a professzionális befektetők azok abban jobbak, hogy általában megkeresik azokat a területeket, ahol több az információk, mint a, mint a többi befektetőnek. És akkor mondjuk vegyünk egy ilyet, hogy van mondjuk a mi régiónkban egy vállalat, akkor arról mondjuk, ha nem olyan nagyon kicsi vállalat, akkor készülni egy elemzés. Ezt el lehet olvasni, Azokat az elemzéseket meg lehet érteni, hogy milyen üzletágai vannak ennek a cégnek, meg lehet érteni a piacát, hogy körülbelül azt mi mozgatja, lehet ráépíteni Excel modellt. Tehát néhány hét munkával viszonylag nagy előre tud szertenni azokhoz képest, egy ilyen befektetésben, akik ezt nem csinálták meg, ezt a feladatot. Tehát égés föld lesz a kis befektető, aki azt mondja, hogy, oh, vegyünk ilyen részvényt, és mert hallottam, hogy jó, ehhez képest, aki három hétig profi módon elemzi, az sokkal okosabb ebben a témában. Egyébként szerintem valamennyire ilyen a makrogazdasági elemzéseknek a tárháza is, hogy szerintem sokkal jobb elemzéseket lehet olvasni annak, aki megkapja ezeket a nagybanki elemzéseket, és mondjuk nem csak a legfőbb hírodalon olvassa el azt, hogy mit várnak a makrogazdaságtól, mert ott már vannak tényleg olyan házak, akik évtizedek óta azzal foglalkoznak, hogy ezt előrejelezzék, értik, hogy melyik mutatókat kell nézni, hogy ők most a fogyasztásról beszélnek-e, vagy a beruházásokról beszélnek, vagy az eladósodottságról beszélnek, vagy ezt nem tartják olyan fontosnak. Tehát szerintem ott is van egy a, a laikus, meg a, meg a profi között viszonylag nagy különbség, hogy a, a profi, akinek megvan a struktúra a fejében, megkapja a jobb elemzést, annak, annak lehet valami előnye. És akkor szerintem ezen a skálán a geopolitika a legnehezebb, ahol, ahol olvasom a nagy elemzőházaknak az írásait, és már abból is, hogy totál más gondolnak, már látszik az, hogy itt, itt van egy iszonyatos, erős strandom vagy adhok faktor. Tehát, tehát azt akarom mondani, hogy a geopolitikai elemzéseknél szerintem hiába olvassa el az ember a legnagyobb profikat, nem lesz nagyon sokkal okosabb, mint az, aki olvassa a híroldalakat általában a, a világban. Nekem ez a benyomásom, lehet, hogy tévedek, ezért a geopolitikára trédelni, még akkor is, hogyha ez a szakmánk, az, az sokkal nehezebb dolog, mert nincs meg ez az előnyünk az én értelmezésem szerint. Most mondok egy példát itt konkrétan. Itt van az, hogy Izrael bemegy a gázai vezetbe, és ott ugye mindenki attól fél, tehát mik voltak a legnagyobb félelmek, amikor mikor kitört ez a konfliktus, hogy a Hamász megtámadta az izraeli határmenti városokat az történt, hogy mindenki attól félt, hogy Irán támogatta ezt a, ugye Irán támogatta a Hamászt, ez ki fog derülni, ugye ott van északon, Libanon határán a Hezbollak, akkor esetleg ott is kitör valami konfliktus, és ugye a nagy félelem az, hogy eszkalálódik ez az egész, ami abban nyilvánulna meg, hogy valami egészen akár közvetett, de a legrosszabb nyilván az, a közvetlenül Izrael és Irán valahogy háborúba kerül. Tehát ez ennek a, itt most ez a legrosszabb szenárium, amit maguk előtt látnak a, a befektetők. És akkor ezek az elemzések ugyanúgy megpróbálják megtippelni, hogy, hogy ez milyen eséllyel következik be, és hogy szerintem erre, erre nagyon kevés esélyük van ezeket jól látni. Sokszor néhány ember fejében van ott az igazság, és ők se tudják el, hogy mi fog történni. Tehát, hogy csinál valamit a Hezbollah, akkor arra Izrael kénytelen reagálni. Izrael úgy gondolja, hogy Hezbollah támogatja Irán olyan mértékben, hogy esetleg érdemes közvetlenül csapást mérni Iránra akkor egy izraeli légi csapás irára az nyilván óriási eszkalációt eredményezhetne. Hormozi szoros. Ormuzi szoros is belekeveredik ebbe az egészbe. Tehát, hogy, és akkor ugye az olajár, tehát mivel a világ olajtermelésének nem tudom, majdnem közel fele onnan jön el, most tágan vettük, tehát nyilván ebből értem Szaudarábiát, meg Kuwaitot, meg Egyesült Arab, meg mindenkit, de hogy, de hogy akkor, akkor ugye nagyon nagy gond lehet a, az energiárakkal, hogyha, hogyha eszkalálódik ez a konfliktus ilyen szinten, mint ahogy most leírtam. És akkor szerintem most ugye minden, tehát azt értjük, hogy az a kulcskérdés, hogy lesz-e konfliktus Irán és Izrael között, ez a jelenleg látott worst case scenario, és akkor ez egy ilyen egy nagyon nagy régiós konfliktussá növi ki magát. De én amikor olvasom az elemzéseket, akkor, akkor, igazából nem látok meggyőzőbb dolgokat, mint ha egy, egy bármilyen elemzés, nem tudom. Írta a New York Times-nak az embere, meg írta a Bloombergnek az embere egy hosszú cikket, és hogy igazából nem nagyon különböznek ezek a, ezek a, ezek a tippek. Én, ó, igen, én, én ugye én ilyenkor mindig a, a félelem az, amit, tehát, hogy amiben előnybe tudok szerezni, az az, hogy mások mások zsigerből, érzelmekből, esetleg akár trédelnek is. Jó, de én... hogyha nem tud megállapítani, ez a félelem valós vagy nem valós, mert az, az a jó, amikor azt tudod mondani, hogy kitört, nem tudom, Izraelben a háború, és akkor nem tudom, a francia, nem tudom, banknak esett az árfolyama, mert minden esett, és akkor tudod mondani, hogy na hát aztán a francia banknak aztán ahhoz semmi köze, véresett az 10 ot megveszem a francia bankot. De, de, hogy amikor mondjuk az olajáról van szó, na azt most például marha nehéz lehet látni, hogy, hogy szerintem minden érv egyébként, és akkor csak még kitérve, hogy az olajnál, aki okay, a, az, az egyetlen érv, ami, ami negatív az olajára, az a, az a keresleti érv, hogy egyébként, hát, ha a világban lassulás lesz, akkor az olajkereslet csökkenni fog, és akkor csökkennie kell az olajának. De hogy, de hogy egyébként ott is inkább pozitív meglepetések érkeztek az utóbbi időben, tehát hogy voltak ezek a hangok, hogy igazából a COVID előtti évben értük az olajfogyasztásnak a csúcsát, ez bőven nem valósult meg, tehát már most is több. Tehát ugye volt ez, hogy a, ugye, körülbelül egy nap a világban 100 millió hordót fogyasztanak el olajból, hát most már szépen növekszik, hogy 102, 103, stb. Tehát egyre úgy tűnik, hogy megyünk feljebb meg hogy az látszik az olajpiacon, hogy van egy csomó kitermelési korlát, tehát hogy a, a palaolaj kitermelés sem fut fel úgy az Egyesült Államokban, mint azt várni lehet, tehát, hogy valószínűleg annak is hamarabb a csúcsa, mint mint, 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 egyébként várták. Tehát Kína-India Kína, olajfogyasztása most visszatérek a keresleti oldalra, azért szépen strukturálisan nő, és ugye ők nekik, mivel nincsen, nincsen a hazájukban olajkitermelés, ezért ők nagyrészt importból kénytelenek ezt betenni megvenni, akkor ott van ugye Iránnak az esete, hogy amikor a Iránnal kapcsolatos feszültség csökkenek, akkor Irán, Iránt inkább hagyja a nyugat, hogy eladjon olajat, még akkor is, ha az ilyen rejtett módokon történik. De ja, most mi van, mi ennek az egésznek a időt. Hát az hogy, az, hogy igazából minden arra mutat, hogy fel kéne menni az olajárnak, talán csak az, hogyha nagyon nagy lassulás van a világban, akkor nyilván csak a kereslet, de hogy ezt nem tudom, miért az elmúlt egy hónapban kellett volna kiderülnie, és ehhez képest az olajár meg nincs annyira fönt. Tehát fundamentálisan azt lehet mondani, hogy a, most így rövid távon, hogy a, tehát nem, ne, nem, nem, úgy értem fundamentálisan, hogy a kitermelők, tehát most nem kínálti keresleti görbét hasonlítok össze, megkeresem meg a meccéspontját, hanem úgy, hogy mi történt az elmúlt fél évben, hát ha tudom, hogy ez fog történni, akkor azt hiszem, hogy az olajár sokkal fentebb lesz, és ehhez képest nincs fent az olajár. De hogy ezt megtippeljem, ahhoz érteni kéne, hogy lesz-e háború, nagyobb háború, mondjuk izraelistán között, és azt meg marhára nem tudjuk megmondani. De ugyanezek az elemzések, csak mondok egy példát, a politika, hogy hogy megírták, hogy ugye nem lesz háború, a e, orosz-ukrán orosz háború nem lesz, mert, mert ugye racionálisan mindenki azt hozta ki, hogy hát Oroszországnak nem éri meg az a háború. Nem és hát, Nem is érte meg. És nem is érte, persze nem is érte meg, de hát mégis ott háború. Hát, Na jó, szóval nehéz. Majd valaki mondja el, hogy kell a geopolitikára fogadni, mert azt az nagyon nehéznek tudni. Na jó, van. Egyébként most 77 dollár az online járt, 110. Amikor az oroszok támadtak, akkor 120-ig is kiszúrt. Na, és akkor figyelme! Oroszországban is ugye vannak kitermelési problémák, csak hogy még még okokat hozzak arra, Úr, miért kéne doldául. felmenni. Tessék? Hát igen, mert, mert mert ugye a nyugatiak megszívták a háborút. Nem megszívták a háborút, és a nyugatiak a technológiájukkal nem segítenek nekik abban, a hogy a kitermeléseiket növeljék. Új mezőket meg nem olyan könnyű felfedezni. A szankciók hatnak. Na figyelj, van itt két, két érdekes ábránk a Háború. Rúkról, és akkor az áthaz ez az újdonság, mert be tudunk újat mondani. Például, és ekkor ez egy negatívum, a kínai online térképekről eltűnt Izrael. Értve? Tehát nincs rajta, egy Baidu Baidu, Baidu térképen nincs rajta Izrael. Mi mint, a Baidu? mint országos. Nem Baidu? Hát az a, 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 ja, ja, tudom, a kínai én értem, A Google térképük. Igen. És ez az egyik ábra, ami, ami hát úgy, úgy nem, én, én, nem örültem neki, ez ilyen eszkaláció jellegű. Már nyilván ugye hát azért lószart sem számít, de azért mégiscsak érted, ez olyan, mint hogy tájban kinek a térképén van rajta, vagy nincs rajta. A másik pedig, az finance, a tánc, hát ez Financial Times, ez még... az ilyen a kínaiak részéről. Igen. A nyugatnak. Igen, de az, hogy a kínaiak érted, tehát hogy ez egy, kínai magáncég. Tehát, a, a, a... Hát de nem magán. Tehát, de hogy hát, o, e, e, de ez Kína egész ilyen szempontból nincs magáncég. És, de van egy Financial Times cikkünk is, aminek az a címe, hogy miért csavarta le Putyin a nukleáris támadás retorikáját. Tehát mindig, mindig fenyegetőzött itt az elmúlt két évben. Azt hogy, én sem értem, mert az egy jó eszköz volt arra, hogy a nyugatot megfélemlítse, hogy... Azért nem értjük. Nyugati lakosságot. Mert nem tudtam elolvasni a Financial Times cikket, <laughs> mert paywall mögött van. Úgyhogy nem tudjuk, de... Ajjaj, Zsolt, hát a... Ezt a holdalapkezelőnek ezek szerint ciki, hogy nincsen éppen előfizetésünk. Nem, mert ebben van ilyen, í, í, tehát ilyen havi négy cikk ingyen, és azt hiszem is már betelt. Tehát azért nem szokott ez feltűnni, mert viszonylag kevés Financial Times cikket szoktam olvasni. akkor szoktunk előfizetni, hogyha sokszor beleütközünk ebbe a falba. Hát most ebben most csúnyán beleütköztünk. Nem tudjuk, hogy miért csavart el a hallgatók írják, meg miért csavart el a Putyin a nukleáris retorikát. Hát vagy azért, mert nem működött simán. Hát hozzászoktak az emberek, hát tényleg. Jó, de... és akkor... És... Hát, ami, ami nem működik, azt abba hagyjuk. Hát akkor a tankjait is visszavietni Ukrajban, mert az sem működik. Hát két kurva egyet nem tud elfogadni, akkor vihetné vissza őket haza. Hát gyerekek, ez nem működik. Megpróbálunk. Az szól, mert az, az beismeri azt, hogy ő akkor egy vesztes ennek az egésznek. De, meg, meg, igen, és lenne egy új retorikája. Megpróbálunk egy civilizált országot létrehozni Oroszországban. Na, mit szólsz hozzá, kedves Putyin? Na, figyelj, na van itt egy izé, egy, na 2020 kézzel visszatért. Mert a bukott hipohonder portások, ugye, még mindig hatalmat szeretnének. Ezek, ezek, ezeket idegesítő 2020-ban mindent megtehettek. Tehát, hogy maszkot tehettek rám az utcán, meg 150 ezer fontos fagylatnyalási bírság, és ez és, és idegesítő őket, elveszítették a hatalmukat, nem, már leszaljuk a COVID-ot. És tessék, itt van. Felújították végre, mégis életveszélyes a rákos rendezői vasúti átkelő. Most ez, ez engem azért markolt szívem, mert én ott elmegyek hetente kétszer-háromszor biciklivel. És az a helyzet, hogy tényleg felújították és eddig mi volt? Volt két szány, amikor szépen az ember átbiciklizett, tehát leengedték a sorompót, átbiciklizett, körbenézett, nem jött vonat, átmentél a izén. Minden, minden gyalogos ezt csinálja, meg minden biciklista ezt csinálja, mert ez egy rendező, rákos rendezői vasúti átkerő, hogy 15-tel megy az a vonat, ha jön egyáltalán, általában nem jön, viszont itt van a izé cikkben is, a nap során többet van zárva a sorompó, mint nyitva. Pont azért, mert a rendező is így oda-vissza tologatják, és így. Tehát Egyszerűen elhetetlen az a, azért, tehát vagy kihagyod, és kurva kerülsz, vagy oda körülnézel, mint minden egyes úttesten, kedves, aki most elhűlt, hogy hogy lehet átmenni egy leengedett sorompont, a ember oda megy a szélére, körbenéz, ellát 500 métert minden irányba, és átmegy. gyerekek nem hallgatják ezt az adást. A gyerekek... Nem csak... szabad átmenni a pirosra a gyerekek. Aki. aki képtelen arra, hogy eldöntse, hogy veszélyes átkelni egy úttesten vagy nem, mint például a gyerekek, azok, azok menjenek szépen a, a, piros lámpa után. Nagyon jó. És, és itt van a cikkíró, teljesen föl van háborodva ezen, hogy azért feltalálják magukat, gyalogosok és biciklisek is tilosba mennek át, a nagy forgalmú vasútvonalon mondja ő, apám, hát voltál te ott? 15-tel megy az a nagy forgalom, hagyjátán jön az a nagy forgalom. A nagy nem biztos, azt kell érteni, hogy gyorsan mennek a vonatok, hanem hogy sok darab. Sok darab, viszonylag sok, de nem, tehát még, az, még ez se nagyon igaz. És akkor egészen hihetetlen látvány nyújtott szerda korra délelőtt a vasúti átjáról, mert azt látta, és tényleg az történt, hogy viszont azt csinálták, hogy most már nem lehet átbújni a két, két sorompószány közt. Összerakták őket. De, sőt, még mellette is nagyon úgy kell, le kell a bicikléről, és át kell tolnom, mert olyan piciréseket hagytak. E, és és én meg azt mondtam, hogy na jó, oké, legyen, mert így most akkor rákényszerítenek, hogy leszállj a biciklidől, hogy körbené, még jobban körbenézni, nem tudom, ki megy át körbenézés nélkül vasúti átjáron. Szerintem ott még Gondoltam, hát, én, hogy tudod, sok. Vannak balesetek, halnak meg emberek. Mm, általában autóval, mert valamit bénáznak, tehát itt autóval nem, mert eddig se lehetett átmenni. Másrészt pedig megkerestem, mert azért ezt lelkesen megírják az újságok. 2007 volt az utolsó, vagyis egy 2007-es cikket találtam, hogy ebben a rákos rendező ízében elütöttek valakit, 80 éves embert. Na mert... azért ezt nem biztos, hogy olyan könnyen ki tudtad kutatni. Ne, hát rákerestem, de valóban, tehát nem, nyilván is, de nem, nézegettem néz, ilyen statisztikákat, nem sokan vannak meg izékben, szerintem a Rákos rendezőn senki, mert ott 15-tel megy a vonat, még ha jön is, és van itt, mi, mi volt a, Na igen, itt van. Itt van az új feltartott újságíró. Ez a helyzet, mármint a tirosban átkerés senkit nem zavar, mondja ő, egészen az első tragédiáig, mondja ő, ne legyen gázolás, de ha mégis bekövetkezne, akkor gyanítjuk, rögtön lenne megoldás. Hát ez hát felüljárót meg, kell építeni. Ez ugye? 2020. Tehát 2020. Ott volt ez, hogy de ne legyen igazam, de izé, ott ment ez a baromság, és nem lenne, mi az, hogy lenne de megoldás? Nem, Zsor, tehát, felüljáró. Hát hogyha ekkora itt, a, tehát hogy most azt vitatja, val ezek alapján joggal, hát már csak időben is az autósok szempontjából, hogy kéne építeni egy felüljárót, amin átmennek az hát. autósok a vonatok fölött, és akkor nincsen sorompó, meg nem, nincsen De ő egy gyalogos felüljáró. Tehát a, ami itt valóban, itt, ami elélhető, az egy gyalogos felüljáró lesz. De mert... miért autós felüljáró, miért nem lesz? Mert kurva drága. Hát... Hát... Na jó, de ha, ha, izé, ha a sorompó le van nem zárva a 60 százalékban... Nem mennek arra az autók. Tehát éppen ezért nem megy senki arra autóval. Mert hogy, mert hogy hát oda de... még pont azért lehet, hogy ha ez ennyire fontos csomópont, akkor lehet, hogy megírja fel, hogy tudom én, hát majd dönts el, akinek ez a dolga. Én, én tudom, de hogy ez egy korrekt vita ezt felvetni. csak egy drága, hát ehelyett most az vagy hogy az, jó, autó, de, az hát megy a jó, a... de De érted, van olyan hely, ahol megéri. Én e, nem fogalmam hogy meg. Rákos rendező megéri, -e, de érted, amit mondtam? Itt nem volna, tessék, itt két vonat is elgázolt, a halálos vasúti baleset rákos rendezőnél, tessék, 2007. február 7. Látod, rögtön két vonat is elgázolt a szegény ember. Valószínűleg részeg volt, és. és, és nem, nem lehet, érted? Nem lehet ott, ott nem, lehet, tehát nem az, hogy megvárod, hogy felüljáró épüljön, amikor a biodóm épült, tehát érted? Tehát ez, 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 ez tehát nem menjen oda egy újságíró azon picsogni, hogy úristen, itt emberek Tök biztonságosan. Ugye, nem megy oda minden egyes kereszteződésbe, ahol néha átmennek az emberek a piroson, úgy akkor... szerintem az nem tűnik biztonságosnak. Laikusként mondom, hogy le van zárva a sorompó, vannak, valamilyen oka van, és ehhez képest mindenki megy át biciklivel. Minden, ez nem, nem a tömeghömpölgát, tehát ne az Oxford street gondolj, hanem, hanem ilyen percenként egy ember átmegy vagy 10 percenként. Tehát nem, 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 mondom, ez nem egy ilyen izé. Na, ne idegesítse, jó? Ne legyél te is izé, hipohonderportás. nagyon, és itt van az izé, megkérdezte az újságíró a, 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 két tudom, a kerékpáros klubot. Ezt hipokritának mondják egyébként. Ja, Desi... hipokrita szót kerested, nem a hipohondert most, de. Igen, de de nem baj, csak De a hipokonderből lesz a hipokrita. Nem, 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 nem hipokondert keresek. A hipokrita kereste. az inkább a képmutatót jelenti. Ugye 2020-ban ezek hipohonderek voltak. Nem, 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 a hipohonderek, akik, akik féltik az Igen, egészségüket. De, de itt a hipokrita, amit képmutatóra gondolsz. Nem, aki, én nem képmutatóra. Nem, nem, ezek, nem, ezek tényleg... kamuból fél. Kamúból okoskodik, oké. hogy vigyázni kell. Lehet, hogy az is jó. Tehát le, lehet, hogy jó a Hippohonder szó is, meg a hipokrita szó is. Jó. Na, és itt van, tessék, a kerékpároskú belnöke a szerinte az volt a cél, bár a hivatalos szervek ilyet soha nem fognak mondani, hogy tolják a biciklit, ha már tilosban mennek át. Na, ez egy rohadt jó megoldás ehhez gratulálok. Újságírók nem menjenek oda picsogni. Na, USA GDP adat, ez nagyon érdekes. Minden ilyen izé, nagyobb, hát nem minden. Egy csomó ilyen újságíró nem menjen oda picsogni, de most mi is picsogtunk rajta egy 10 percet. Ne, én az újságíron picsogtam. Ja értem. Mert 2020-ból itt maradt. Ez, ez volt az, aki bezáratott engem 2020-ban. Na és az amerikai GDP-ben érdekes, egy óriási adat jött ki most a múlt héten. Valami, mi, mi volt 4,7%? Hát, erős, mindig ez jön ki. Elég, igen. elég egyirányúak a meglepetések, az USA makradatok, nem akarja valaki olvasgatni, mindig az jön ki, hogy milyen erős. Igen. Hogy mindenki azt mondja, mert mindjárt recesszió lesz, mindjárt recesszió, sose jön a recesszió, ilyen Mi meglepően, volt. igen, ilyen év per év 4, százalék fölött nőtt az amerikai GDP. Nem a konkrét szám a lényeg, hanem tényleg az, hogy ahhoz képest, ami várakozás van. Bank of America lelkesen össze is a táblázatot. Ugye a recessziók előtt még mindig van, vagy nagyon sokszor van egy ilyen, egy ilyen pazar izé negyed év, és tényleg ké, december 2000, 2000 utolsó negyedév, az tényleg ilyen volt. Emlékszem, azt hogy megéltem én is, hogy úristen 4,8%-kal nőtt akkor nominálisan, és 2,2-vel reálban az amerikai GDP, és aztán jött a 2008-as izé, ereszdel a hajamat. egészen furcsa volt. Tehát azzal mentünk be, hogy gyerekek, hát itt minden rendben van, 5 kal az amerikai GDP. Egyelőre most ezt a recessziót is egy ilyen 4, nem tudományos izével várjuk. van az a statisztika, más statisztika, olvastam, hogy a, az elnöki ciklusokat, ha megnézzük, akkor az elnöki ciklusnak a harmadik éve az mindig olyan, hogy egyébként felfele megy a tőzsde, kicsit más, mint a rágazdaság, de nyilván azért valószínűleg összefügg a kettő. Kivétel, és akkor mondott két kivételt, hogy a Great Depression-ben, nem tudom, 31-ben, meg amikor Hitler elfoglalta, nem tudom, Lengyelországot, azok két kivétel volt, tehát 16 ilyen elnöki ciklus alatt, valójában mindig fölfele ment az, az a harmadik évben. Pedig még a 87-es nagy esés is benne volt, de ugye ott is volt egy nagy visszapattanás, akkor év, év végére egyébként pozitívban zárt a tőzsde. És az van, hogy most is olyan szempontból ezt igazolni látszik, hogy mikor azt mondjuk, hogy 7%-os fiskális stimulus van, és ugye ez azzal szemben nem lassítja, hanem marhára erősíti a gazdaságot, hogy egyébként mindig elmondjuk, hogy a monetáris politika meg mennyit szigorodott, és hát ez, ez tényleg durva. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen fiskális stimulus, ekkor eladósodottság. Mert a harmadik év az arról szó, hogy a választások nem sokára jönnek, előtte szórjuk a pénzt, és valahogy... Hát el, ez, ez, ez a gondolat ez... mögötte, de egyébként hajlok arra, hogy itt nagyon sokszor véletlenek is vannak a buliban. Tehát tudod, ezek a legjobbak, amikor Amerikában az van, hogy mindig, amikor a, nem tudom, a NBA-ben egyik megvédi a címét, és akkor nem azt kell mondani, hogy melyik konkrét csapat, hanem a, nem tudom, a nyugati parti megvédi a címét, akkor mindig a republikánus elnök nyert. Idén, mit tudom én, a nyugati parti? Tehát, Tehát de ez nem, nem az nba az, de van... el vagy tévedve NFL, már ugye a Super Bowl, az pont januárban van, azt hiszem, és azért ez egy ilyen jó. Tehát el vagy, Super Bowl vagy tévedve, nem... igen, igen, de hogy az a lényeg, hogy, hogy igazából szépen majd így az idővel esnek ki ezek a hülyeségek, de hogy mindig van annyi véletlen, amire azt lehet mondani, hogy amikor ez meg az történik. Úgyhogy lehet, hogy ez is egy ilyen hülyeség és véletlen, de hát az úgy tudjuk biztos, hogy az elmúlt 16 elnöki ciklusban csak kétszer esett a harmadik évben az SMP, úgyhogy tessék. Tudod, honnan tudjuk, hogy egyre több ilyen lesz, hogy jönnek a szuperkomputerek, és megtalálják. Igen, Tudod, ez igen. a, Nem tudom, kinek Nikolász Kécs filmje és a medencében meghalt emberek száma, az is erő, nagyon erősen korrelál, de legalább van egy szuper Komputer, ami ezt is megtaláltam. Na, uh, így van. És lehet, hogy akkor mégis több lesz tényleg igaza van. Na, tessék, na most egy hosszú, egy kemény rész jön. Köz, egy közgáz Nobel-díjas azért ritkán áll mellém. És tehát itt most, amiről beszélni fogunk, az nem az én szavaim lesznek. Hiába mondtam én ilyesmiket már sokszor, uh, hanem, na, nem tudom, mi a neve, de minden, mi a neve. A nő, aki megnyerte a közgáz Nobel-díjat, uh, tudod, mi a neve? Nem, elfelejtettem. Én is elfelejtettem. De mindegy, mert nem a nevek számítanak, hanem az, hogy az, hogy kielemezzük most itt a munkáját. Először is például a közgazdasági nobel biztos nem tudod, elment a elmélet helyett a metódust jutalmazzák. Claudia Goldin, megnéztem a google -ben. Jó. Ö, tehát abban az irányban ment el a közgazdasági nobel hogy nem az van, hogy van valami abszurd elméleted, és akkor mögé beszállítod az adatokat, és akkor jaj, de jó, hanem, hanem a metódust. Tehát, és akkor a, ez a cikk, amit olvastam róla, az azzal illusztrálta ennek a és nőnek volt egy másik tanulmánya, aminek az volt a címe, hogy a, a tabletta hatalma, orális fogamzásgátlók és a nők karrier és házassági döntései. És ugye mi a idézőjebb probléma, hogy nem tudjuk, hogy a fogamzásgátló használatának növekedése és a nők magasabb iskolai végzettsége és későbbi házasságkötések közt milyen irányú a kapcsolat? Melyik van előbb? Hogy azért, azért ment fel az iskolai végzettségük, mert megjelent a a fogalmazásgátlás, fogalmazásgátlás. vagy azért kezdtek el fogamzásgátlót használni a nők, mert elkezdtek egyukálódni, és rájöttek, hogy nem kell nekik 20 évesen, tizenévesen gyereket, gyereket szülniük. Mert ugye mi a politikai narratíva? Az, hogy a, a nők a, a feminista kulturális értékek miatt kezdtek el fogamzásgátlót használni, és ugyanezen okokból kezdtek el többet tanulni, és később házasodni. Ez a politikai narratíva. Tehát, hogy a feminizmus mennyi mindent elért. És akkor a másik oldal meg, hogy lehet, hogy az oktatás miatt a nők jobban akarnának fogalmazásgátlót használni. Honnan tudjuk, hogy egy technológiai újítás elfogadása társadalmi változásra vezetett, és nem fordítva. És ez a, ez a Goldin és Katz rájöttek, hogy hogy lehet ezt beazonosítani, a különböző megyék, még ez államokban másképp, más ütembe hagyták jó, jóvá azt, hogy már 20 év alatt lehet fogalmazásgátlót szedni, vagy valami ilyesmi, és megnézték, hogy hogy okozza a változást, és arra jöttek rá, hogy igen, egyértelmű a kapcsolat. Onnantól kezdve, hogy a nők rájöttek, hogy lehet, nem kell mondani a szexről, mert van fogamzásgátlás, és mégsem lesz gyerekük, magyarul megéri tanulniuk. Tehát innentől kezdve megér nekik abban, abban energiát fecszölni, hogy ok, mit tudom, ügyvédek legyenek, orvosok legyenek, stb., mert nem teszi tönkre a karrierjüket az, hogy 18 évesen vagy 20 évesen aztán meg mennek gyereket szülni. Erre jutott a, a, egy tanulmányban, és itt tényleg itt van az ábra. 1970-ben kezdett el elszaporodni a gátló használata, meg akkor engedélyezték, és így ment. Tehát akkor addig azt mondja, hogy a orvosi és, és jogi egyetemeken addig a nők aránya az ilyen 2 és 10 százalék közt volt a különböző ilyen, ilyen egyetemeken, 70-ig, és aztán kilőtt, és fölment 40 ig ugye 35-40 közé. Aztán van egy másik ábra, nagyon jó. A Képzeld el, hogy nem, a nők nem megjelentek a piacon, a munkaerőpiacon, így a 20. században, hanem újra megjelentek. Ugyanis az történt, hogy amíg mezőgazdaság volt, addig a nők 60 százal, a nős nők, a házas nők 60 a dolgozott, mert a mezőgazdaságban tudtak, mert a ház körül volt, meg könnyű volt, megjelent az ipar, ugye 1910-ig, akkor addig lement a, ezeknek a nőknek, a dolgozó nőknek az aránya 10 alá, ez volt a mélypont 1910-ben, mert az iparban már nehéz volt dolgozni, majd megjelent a szolgáltatóipar, Egyesült Államokról van szó, és, és vissza, Visszament. Ez most megint, mint 50-valahány százalék. Mondjuk ez 1980-ig meccsek ez az ábra, nyilván ez már sokat nőtt azóta. És az új szolgáltatási gazdaság az elmúlt évszázad összes új technológiai és kulturális innovációjával lehetővé tette, hogy a családról való gondoskodás mellett a nők mégis kimozduljanak és munkát vállaljanak. Így aztán sokkal inkább a nemek közötti egyenlőség korában élünk, és akkor és akkor most olvasok néhány ilyen. De tehát, hogy ez, ez meg is lenítette baromira a világgazdaságot. Tehát ez olyan értelemben egy probléma, hogyha a múlthoz hasonlítjuk a jövőt, hogy a jövőben ez már nem áll rendelkezésünkre, hogy nők tömegei belépnek a munkaerőpiacra, és ez egyébként meglendíteni a, a gazdaságot. Hiszen ez már sajnos olyan értelemben, hát, jó, az. hogy megtörtént, de sajnos elmúlt a pozitív hatása, mert de megtörtént, hozzászoktunk, hogy a nők is dolgoznak. De most, most és, 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 ebből kell. már nem lesz pozitív többlet a, a jövőre nézve. De most abban is hogy kell az a növekedés. Ugye? Tehát, te nagyon a szeretném. több az jobb, amiről sokat vitatkoztunk a <laughs> David Berett Tamásra. De egy perfő, ugye? Na jó, mindegy. Oké, okay. na mindegy. Nem, nem, hát, hát az, az, perfőt, is javított, és most igen, nem fog igen. javítani. Most ne ebbe az irányba menjünk el, hanem abba, hogy itt egy vastagbetűs mondat, de azt hiszem, na, ez nagyon jó, de azt hiszem a társadalmunkban van egy olyan tendencia, ezt a nobel nő mondja. Azt hiszem, nem, nem, ezt a őt interpretáló szintén baloldali közgazdász. De azt hiszem a társadalmunkban van egy olyan tendencia, hogy mindent a kultúrának és az aktivizmusnak tulajdonítunk. Figyelmen képül hagyva azt a tényt, hogy a technológiai szab határt annak, hogy a kultúrák és mozgalmak mit érhetnek el. Goldin és Katz tanulmánya a fogamzásgátó tabletáról fontos emlékeztető a technológiai innováció nélkül összetetlen erejére. Ez még nem a Nobel-díj volt, hanem az most jön. és és, én, és én most megjegyzem, tehát én nem hiszem el, hogy létezik még olyan, hogy valakinek az apukája, egy lánynak az apukája azt mondja, hogy nem menj, lányom egyetemre, inkább maradj itt, és szűj gyerekeket. Én nem hiszem. Tehát állítólag van ilyen, én ezt nem hiszem el. Mert... De az az van, hogy ezt teljesen elnézed, vagy akkor nem észom én ennek a kérdésnek. Tehát ez sokkal komplexebb. Nem így történik, hogy az apuka azt mondja, hanem azt láttam otthon, az iskolában azt mondják, hogy ez oké, vagy nem oké. Tehát, hogy érted, ez így minden embernek rengeteg hatás van, és az a kérdés, hogy ezeknek az összege, vagy eredője mit hoz ki. Jó. Oké. Elhiszem. Tehát ez számít, nem az van, hogy apuka minden héten háromszor a reggelinén elmondta, és akkor. Tehát ez ennél bonyolultabb a világ. Budapesten nem ez van, akkor erre ezt tudom mondani. És a, a nemek közötti egyenlőség nem jelenti azt, hogy az egyenlőtlenséget legyőztük, mondja Goldin azt. Hiszem. Goldin egyik legkérdésebb tanulmánya. A, és akkor most amire a Nobel-díjat kapta, az az, azt állapította meg, hogy a nőknek még mindig választaniuk kell gyereknevelés és karrier közt. De nem csak e közt. A futball és a kosárlabda közt is választanunk kell. Az ember vagy futballvilágbajnok lesz, vagy kosárlabda világbajnok. A bálnavadászat és a hedge fund manager is. Tehát ez nem női elnyomás, csak, csak egy De, hát, tehát ezt Zsolt, azért te is látod, hogy az, hogy bálnavadász lesz valaki, vagy gyereke lesz, az egészen más. Tehát tudod, most a társ te vagy a társadalmi nyomás. Csak e ezt kell elmondani mindenkinek. Nem más. És akkor onnantól kezdve elkezdenek így De az, így az egyén szempontjából de most a társadalmi nyomást testesíted de meg. Hát sajnos ez igaz. Egy kicsit lehet, hogy te. De az egyén szempontjából nem más. Persze, hogy nem. De nézd meg, jobba, hogy jobba. Na most visszaívhatnánk David Berett Tamást, de <laughs> <a> szempontjából. <laughs> hogy hogy bálnavadászok legyünk, vagy örökítsük el magunkat tovább. Az, az valószínűleg más. Igen, csak ez, ez biológia, ezek érzelmek, mert ezek érzelmeken keresztül, és ezeket kell leküzdeni. Nem, 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 tehát a biológiát nem kell leküzdeni a, a, hülye kulturális normákat kell leküzdeni. Nem, a biológiát is le, hogy ne kéne leküzdeni. Hát a biológia az, hogy, hogy dagat leszel, mert, mert, eszed a kalóriát, viszed be. Tehát van egy ilyen biológiai evolúciós nyomás rajtad, hogy egyél sokat, mert vidd be a kalóriát, mert az a biztonságos. Érted? Te, és ezt le kell küzdened. Azt le? Okay. Na, de hát most itt is egy hasonló nyomásról beszélünk. Nem, nem menjünk Nem bele. tudom, én máshova nem... más, teszem a gyerekvállást. De, persze, hogy máshol van, és most. Mint ne... te, de hát teljesítettelen, vagy amúgy is, mert van három lányod. Társadalom, Balázs a társadalmi elnyomó, vagy micsoda pressure. Na figyelj! Egy vezető üzleti iskola MBA diplomájával rendelkező hallgatóinak karrierjét követték, ez most, most amire a Nobel-díjat kapta, és azt találták, hogy az anyaság összefügg a karrier megszakításával és a rövidebb munkaidővel. Olyan tényezőkkel, amelyek statisztikailag megmagyarázzák a fennmaradó nemek közötti bérszakadék nagy részét. A kulcs az, hogy a legtöbb családban a nők az ügyeletes szülő, ami rugalmas, rugalmasabb munkaszervezést, és így kevésbé magas karriereket igényel tőlük. Tehát, hogy na, hát erről sokat beszéltünk, hogy tehát a nők azért szívnak, nem azért szívnak, mert ellenének nyomva, hanem az szív, akinek van egy olyan hobbija, nem hobbija, de van egy olyan dolga, amitől kevesebbet tett dolgozni, és kevésbé rugalmasan. Amikor ezt a kutatási eredményt nézem, és akkor ez most az közgazdász, Rögtön két módszert látok a fennmaradó nemek közötti bérszakadék megszüntetésére. Az első a preferenciák megváltoztatása, hogy a férfiak többet törődjenek a gyermekgondozással. Erről mindjárt lesz később szó. Ahogy Goldi megállapította, ezek a kulturális változások sokat számíthatnak technológiai determináció, tehát viszont ő azt gondolja, hogy ő ennél optimistább, mert van egy új innováció, a távmunka, ami szintén nagyon sokat dob a nők nők lehetőségein, hiszen mindenkinek rugalmasabb lett a, a munka, érted? Tehát, hogy a, 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 most már könnyebb gyerek mellett dolgozni, hiszen a távmunka az, az ezt, ezt, ezt megvalósítja. És mi van akkor, ha az utolsó fejezet a, a, az, a munkapiaci egyenlőségben, most arról lesz szó, És, de előbb belekötök, hogy azért ezek az emberek, akik már elég felvilágosultak, még ezek is a politikai narratívát tolják, mert a labor marketen egyenlőség van. Csak nem a férfinő a divide az egy politikai narratíva, hanem az ugyanannyi dolgozók közt. Az ugyanannyi dolgozók közt egyenlőség van. Akár férfi, az akár nő. Csak az a helyzet, hogy vannak de a ezt, kert... ezt megint, tehát Most lehet, hogy Amerikában azokon az adatokon, ahol is nézed, lehet, hogy igazad van. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy a világban ez mindenhol nincsen így. Jó, értem, de Afganisztában nem így van. Most beszéljünk arról, ahol érted. De, de, nem beszéljünk Afganisztánban. De ott van Kína vagy India. A, az, az Afganisztán. Most, most, most arról beszélni. Csak, értem. Okay, csak, hogy az a világnak a fele. Értem, Jó, Két ország. akkor most kicsit de, de ezek a Arvada, feminista de... ezek nem Kínában, meg Indiában, meg Afganisztában dúlnak, hanem Brüsszelben hát azért indulnak, is dúlnak, azért is dúlnak, hát persze, mert először megváltozik a fejlet nyugaton, aztán majd megváltozik Csak ott Kínában, már meg van változva. Na, vigyelj, ugyan, tehát, hogy... Tehát, Igen, hogy... rengeteget változott, tehát tényleg én is azt gondolom. Ha a divide-ot férfinőre rakod, akkor, akkor egy politikai narratívával van dolgunk, akkor a senki ne figyeljen. Ha arról beszélünk, hogy az azonos. Időt de nem dolgok. igaz, Zsolt, hát ez egy hülyeség, mert pont arra hívja fel a figyelmet. New Yorkban. Most lehet, hogy New Yorkban már minden jól van, most ezt nem, nem akarom vitatni, hanem azt mondom, hogy a diszkrimináció, tehát az ember, az emberi agy az azt látja, érted? Tehát ránézel egy emberre, és meg tudod mondani, Na de ez, ez majdnem hogy... biztonsággal, hogy az férfi vagy nő. De ez hiba. Az emberi agy, de ez, én... így működik, és ez, ezt nem tud kivenni. hogy ne tudnád? Azért nem tudod kivenni, mert a politika még rá is erősít. De hogy most ne az, az baj, ha a politika rá erősít, de hogy Attól még az emberekben a diszkrimináció így alakul ki. Érde. Hogy azt mondom, hogy Látom, azonnal látom, hogy nő, és arról valami más gondolok. Azonnal látom, hogy fekete a bőrszíne, és valami más gondolok. De ezért repül rá ezekre a politika, mert ezek, ezek könnyű félrevezetni ezek mentén az embereket. Tehát ezért repül rá ezekre a politika. Mert de az itt ember... van egy biológiai ö, dolog de, az, a, a, az, alapja. A biológiai drive van a félreértés mögött, ezért repül rá a politika, mert ezért könnyű megvezetni őket. De nem, mert ezzel teljesen egyetértünk. Na figyelj, de a több flexibilitálása a kulcs. Tehát ugye úgy, ahogy a, a, a amit a, nem úgy. Mint ahogy a, a a fogamzásgátlás és a mosogatógép. Nagyon vicces. A távoli munka is egy olyan technológiai innováció, ami aztán segíteni fogja a nőket. És akkor most jön a greedy jobs. És erre mondtam azt, hogy ez, akkor ez a nő is egy politikai motivált. Mert ugye a jól fizető munkahelyek rendkívül mohók, greedyek. Hosszú munkaidőt követelnek. Tehát miről van szó, arról, hogy egy ügyvéd, van egy ügyvéd barátom, mentünk biciklizni, és egyszer csak hívták. És azt mondta, hogy egy ügyfél. Hogy akkor most foglalkozzon vele. Két órát. És azt mondta, hogy. Ha nem tudta volna ezt lepaszolni kollégájának, akkor vissza kellett volna menni az irodába és foglalkoznia vele. De nem tudott volna eljönni biciklizni. Tehát, tehát így, tényleg egy ügyűt, például így működik. És és az, aki anya, azt ezt kevésbé tudja csinálni. Ügyvédek ilyenek, a tanácsadók ilyenek, még néhány ilyen van, de ezek nagyon magasan fizetettek. Ezek az emberek, akik tényleg szorgalmasak, ugye? A munka alá rendelnek egy csomó mindent. Ezt, ezt ő greedy-nek hívja. Tehát érted, ez is egy ilyen politikai dolog. Érted? És és, és, és szerint az anyák ezeken a magasan fizető munkahelyeken kevésbé tudnak elhelyezkedni, és akkor itt van mi a megoldás? A, a, a patikusok mutatják az utat, ott a legkisebb ez a gender rage gap. Azért, mert ez egy szétszabályozott biznisz, és mindenki ugyanazt tudja csinálni. Pontosan. Más szóval én, mint orvos, már az orvosoknál is egy kicsit ez van, de a gyógyszerésznél nagyon meggyőztem a betegeimet arról, hogy a rendelőmben dolgozó szakemberek nagyon jól helyettesíthetnek engem. És valójában lehet, hogy mi, mint csoport, jobbak vagyunk, mintha csak én lennék. Vannak más nagyszerű példák is. Ezek most a nobel szavai. Kedvencem a gyógyszerészek. A gyógyszerészek nagyszerű helyettesíthetőséggel rendelkeznek. Nagyon kevés ember van, aki bemegy a gyógyszertárba, beadja a receptet, és azt mondja, várni fogok, mert azt akarom, hogy ezt xy már csak ki. Tehát nem, mindenki úgy megy be a patikába, hogy tudja, hogy tök mindegy, melyik patikusnak adja a És Ott is van egy kicsit, hogy ja, már megszoktam, hogy ez a kedves néni. Van egyébként, de a, de az azért, mert hogy beszélgetni akarsz fel. Tehát nem azért, mert akkor ő, ő ért hozzá. Az is egy igény, és minél idősebb vagy, annál több Igen. idő van valószínűleg erről. És akkor, tehát akkor mi, mit, mi van a patikusnál? Nagyszerű informatikai rendszerek, mert a patikus bármelyik, izébe, számítógébe beüti a dolgot, és tudni fog mindent. Nagyszerű szabványosítás, és olyan ügyfelek, akik meg vannak győződve arról, hogy ezek nagyszerűen helyettesítik egymást. És ezt tesszük egy anasztezológussal is, tehát nem válogatsz altató orvost, meg a szülészet esetében is. Magyarországon válogatnak, de, de egyébként azért sok... Ott a szülészet, ott van a legnagyobb igény a, de, a választás. De nem, mert ugye az, az nagyon gyakran van az, hogy hogy sürgősségi. Tehát, hogy most jön a gyerek, bemész, és akkor nem nem várod meg, hogyha az orvos esetleg izé. Hát Beszélges szülés előtt álló nőkkel is mindig téma, hogy na és te választottál tudom, orvos tudom, vagy. Tudom. nem. Ez, ez, ez százból százszor téma. Így van, és ez egy. Például ez... nem választottunk, de hogy egyébként ettől még témának téma. Ugye, ezt a császármesztés is oldja meg egyébként, kedves hölgyeim. Mert onnantól kezdve a Na, azt jót, a vitát, azt nem Nem, 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 ezt a programozást. Tehát onnantól kezdve tudod, hogy hányadik, hó, hányadik, hány órakor fog szülni, és akkor ott lesz a. De ennek van egy csomó biológiai hátránya. Most nem menjünk ebbe bele. Mármilyen ezt olvastam, de nyilván nem tudnám ezt igazolni. Na, ebben most nem menjünk bele. Vagy, vagy a megszokás, meg az újtól való félelem. Tehát nem tudjuk, hogy mi, mi itt a nagyobb probléma. És, 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 akkor az a kérdés, hogy miért ne tehetnénk meg ezt az ügyvédek esetében is? Mert ügyvédeknél még azt mondják az emberek, hogy de nekem az én ügyvédem kell, mert ő ismeri a stikáimat. Vagy, érted? Tehát, hogy... És ezért az egy megoldás. Az ügyvéd azért, hogy ez egy bizalmi kapcsolat. Hát attól függ, hogy mi vagy. Ér, ha mafiózó vagy, akkor abszolút. Nem, tansz. nem, nem, hát azért nem, nem erről van szó, hanem vele már megértettük egymást. Ő már írt nekem nyolc ilyen papírt, most kicsit más kell, de ő gyorsan meg fog érteni. De Balázs, te vagy arra. az a probléma. Tehát érted, a gyógyszerésznél ez már nem... Tehát ő ha azt meg kell mondja, írni egy sablon szerződést, akkor persze, akkor cserélheted de, de, hát általában azért azt csinálják az ügyvédek, tehát... Tehát van, amikor nem azt, most nem a védőügyvédről van szó, hanem egy olyan, aki most akkor Csinál valami tök, tök általános dolgot. Bár én három vagy négy ingatlan szerződést találkoztam, és annak is úgy örültem, hogy egy valaki csinálta. Mert nagyon. Meg voltam vele elégedve. Te... De látod, De, na, ez a bizalmi kapcsolat. De Balázs, most te, igen, te... igen. hogy ő biztosan képvisel engem. Te tudod, mi vagy? Te vagy a társadalmi nyomás, mert ugye az lenne a nőknek egy nagy könnyebbség, ha nem ragaszkodnál ahhoz, hogy az az ügyvéd legyen. De ez egy nő. Ez egy ügyvédnő. <laughs> mert, a, mert, akkor mi történik? Akkor az ügyvédek is ilyen pulban dolgozhatnak, vagy sokkal inkább dolgozhatnak ilyen pulban, És akkor azt mondják, hogy jó, figyelj, én nem érek most rá, de ott van négy másik, tök mindegy, hogy melyik csinálja, mint ahogy a patikusnál is tök mindegy, hogy melyik csinálja. Ez is egy másik irány. És van egy más... De egyébként én... tudod, hogy a mi szakmákban a privát bankárokkal is ez a probléma hogy ott is ugye kialakul egy bizalmi kapcsolat az ügyfél és a privát bankár között, mint ahogyan az ügyvéd és a ügyfelek között. Hát de most ez probléma, vagy, vagy, nem probléma, hát a probléma? a nőknek probléma. Ja, igen. Mert ugye nehezebben tudják azt a típusú állást betölteni, ahol az számít, hogy 5-10-15 éve ugyanazzal az emberrel beszélhetek, akkor ott a nő kevésbé rúg labdába, mert Érdekes, ha elmegy ne? szülni, akkor, akkor neki nehezebb. Mert azért a privát bankárira is azt mondanám, hogy, hogy hát azért el tudja végezni az egyik privát bankár a másik munkáját. Uh, igen, de mégis uh, van, na, van egy ilyen tényező. Majd behívunk egy privátbankárt. Hát nézd meg nálunk, hány női privátbankár dolgozik, abból sok mindent le tudsz szűrni. Azt értem, azt értem. Csak hogy mi, miért van, ez a, miért van ez a, miért van ez a viszony? Hát, hogy miért, 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 kell, hogy miért Az nem egész a... szakmában sajnos kevés a női privátbankár. értem én. Nálunk is kevés, más. Ne jó, jó minden, alá... Nem csak Belás generálja itt a, a problémákat, az egész világ Az egész világ, világ ilyen, de... Mindenesetre örülök, hogy az én feleségem az bálnavadászat helyett a szülést választotta, vagy a gyerek, gyereknevelés választotta obiának, mert ez nekem is nagy boldogságot okoz. Sokkal nagyobbat, mintha elmenne bálnavadászkodni. Sokkal jobb egy síróbaba, mint e is köszönöm neki. Mint egy döglött bána. Na figyelj, de, de, még nincs vége, mert van egy másik király, Na és ezen az már az én is felcsesződtem. Állandó vita folyik arról, hogy a nők tényleg 77 centet keresnek-e a egy férfihoz képest? Egy dollárjához képest? Mi a véleménye erről? Kérdezték a Nobel-díjást. Ez a szám valójában két medián aránya, a teljes munkaidőben, egész évben vállalókra. Tehát sok mindent állandónak tekintünk, mondja ő. Tehát, hogy ez már egy rétegét nézi csak a, 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 a nőknek és a férfiaknak? Igen, tehát ez egy nyers szám, itt az ökonometri modellben még nincsen kontrollálva. Valami már igen, de sok tényleg. minden még nem. Az egyik nagy probléma nincsen kontrollálva az, az az, hogy a fiatal és az idősebb munkavállalók össze vannak vonva a mediánban. Mert az a helyzet, hogy a fiatal munkavállalók bérkülönbsége az sokkal, de sokkal kisebb, mint az idősebbeké. Miért? Baba előtt és után. Tehát a baba után válik szét ez a izé. Miért? Mert hisz mert hiszen elment bálnát vadászni nő. És itt van, tessék megint a nobel navai ez, ezt ő mondja, a nem én mondom, ezt ő mondja. A bálnavadászatról nem hiszem, hogy beszél. Nem, azt nem, is, nem ismeri ezt a példát. Szerintem nem meri, nem meri ezt Így van, a ő PC, a... ő píszi. ezért jó ez a podcast, mert itt nem kell pc ez, ez, egy hülyeség is, tehát nem lehet Tartom. E, jó. De elég... én is valóban, tehát ez a motto, hogy én is jobban örülök a síróba bánnak, mint a döglött bánának. <laughs> Na, van egy másik motto, mindjárt jön. Elég világos, hogy a nők miért maradnak le. Na most mindenki nagyon figyeljen. És nem fogom azt mondani nekik, mondja a nő, hogy ne vállaljanak gyereket. Biztos, hogy nem fogom, és, nem, és és azt sem fogom mondani nekik, hogy vállaljanak gyereket, és hagyják el őket. Nagyon jó. Nem fogom azt sem mondani nekik, hogy teremtsenek jó kapcsolatot a szüleikkel, hogy majd a szülők, a nagyszülők gondoskodjanak a gyerekekről pedig vannak olyan barátok, amiknek ez sikerült. Tehát ugye ezek lennének még megoldások. És akkor, és akkor van a legrosszabb megoldás szerintem, az egyik, választ, és egy válasz tehát az, a választ tehát az, hogy az egyik diákom mondta egyszer nekem, keres olyan partnert, aki azt akarja, amit én akarok. Úgy gondoltam, hogy ez egy csodálatos megfogalmazás. Ezt elmagyarázom, ezt én is alig értettem. Tehát, hogy valaki, aki azt fogja csinálni, amit te mondasz neki, hogy csináld. Érted? Tehát, hogyha azt, mondja, azt mondod neki, hogy te ne dolgozz, akkor ő nem fog dolgozni. Mert, mert az a probléma, hogy, és akkor itt van, és ezt az érve, és ezt nyilván tőlem vett a nobel és mert ez nagyon költséges lehet. Tehát a, mi a költséges? Az, hogy ha mindkét embernek olyan munkája van, ahol a rugalmas munkaidért nagyon nagy büntetés jár anyagi, mint az ügyvéd, mert valakinek ezt meg kell tennie, a gyereknevelést. És ha mindketten megteszik, mindketten nevelgetik otthon a gyereket, megosztják, akkor mindketten fizetik a büntetést. Ez nem szoktam mondani, hogy ha van egy 120%-os munkavállalód, meg egy 70, mert az, annak az foglalkozik, a babával, akkor a család sokkal előrébb van, mintha csinálsz két 80 os munkavállalót. Tehát százszor előrébb van, mert a 120 os karrierje ívelni fog, és a többi. A másiknak viszont... De ez a párválasztásnál nagyon okosnak Igen. kell lenni. Igen. É ő is erről beszél. De azt nem olyan könnyű. Ez nem olyan könnyű. Ö... és meg itt mondjam, De nem leg... csak nem olyan könnyű, tehát hogy nem azon, hogy az emberek hülyék és nem figyelnek, nem, hanem nem. Hát utólag derül ki, hogy persze, persze. Akkor ott vagy a babával, hogy na, ez mégis milyen. Hát mondok én nagyon egyszerűen. Meg tehát... aztán két babával az ember 20-30 évesen válaszpárt, párt, mondjuk, és aztán 50 évesen jönnek elő ezek a kérdések, lehet, vagy csak 40 év. Tehát, hogy érted? Tehát, vagy... De nem, és... hát igazából gyorsan, tehát szerintem a, a kisgyerekes része a legnehezebb, vagy hát remélem, de hogy... De hogy, de hogy érted? Tehát, hogy 50 évesen már más a súlya. Hmm. Nem akarok belemenni, ott már el is válhatsz kvázi, mert a gyereket ugye nem, tehát a gyerek ott már nem sérül, vagy kevésbé sérül egy igen, ilyen Tehát az már egy másik súlyú dolog. Igen, na jó, ebben Másról nem szól. Most a, nem, az a néz, már úgy választ párt, hogy a, már csak a kisgyerekes, pedig az csak pár évre van onnan, ha úgy nézed. Na most mondom, a felhábor, az ő fel, a nobel díjas felháborító izéjét, lean out. A lean in ugye azt jelenti, hogy valaminek neki feszült, és nagyon dolgozol vele. A Lean Out az azt jelenti, hogy nem. Az nem. a Sheryl Szemben könyvének a címe. Tessék? Na, nagyon okos vagy. Ez a Facebook női Facebook Színió írt egy könyvet. Hát nem vagyok nagyon okos, de hát aki ebbe a kultúrokörbe tartozik, ennek az alapművölcsége. Jó, hát én nem tudtam. És írt egy ilyen könyvet, hogy. Hogy te hát, ilyen magyar rizé vagy, tudod, ilyen? Boomer. Lemaradott ilyen. <laughs> Magyar boomer vagyok. Na jó, de ezt az ostobaságot nem csak nem olvastam. Az ezt ilyen az jobb jobboldali mocsárból. Ez a lapics laposan, a ne dolgoz. Tehát ez, a, ez, az, hogy, ez, az, hogy hogyan csinál éjszakkorát az egész világból, mert nagy nem vesszük észre, hogy mindenki az a megoldás, hogy, hogy senki ne dolgozzon 120%-ot. Ne legyenek messzik, ne legyenek karikókatalinok, ne legyenek nem tudom mi csodák, mert mert, mert itt ezek a izék, ezek azt akarják, hogy ne legyen hátrányban az, aki kicsit kevesebbet tud a munkájával. És akkor egy úgy lett nobel és még gyereke is van. De lehet, hogy az apja maradt otthon vele. Mert ugye az, az IBM CEO is nő, és ő mondta, hogy nálunk az volt a megoldás, azt hiszem IBM, nem tudom melyik, valami nagy cégnek, nálunk az volt a megoldás, hogy megbeszéltük a férjemmel, ő adja fel a karrierét, és marad otthon a gyerekekkel. Tehát, hogy, hogy de hát akkor elveszítjük a világ legjobbjait. Azok, akik, akik a munka 70-80%-át elvégzik, ez is ilyen paréto, paréto addékony. Tehát azok, akik húzzák a világot, azokat elveszítjük, mert hogy lean out, ez lesz az új érzés. Senki ne dolgozzon sokat, és akkor nem tűnik föl, hogy, hogy azok a, a nők nem tudnak annyit dolgozni. Majd a mesterséges intelligencia sokat dolgozik. Egyébként figyelj, igazad van teljesen, tehát szerintem az, amit a rugalmasság kapcsán hozol fel, az ügyvédes világ, de az rohadt jó, Vagy hát nem te hozott fel, nem a Nobel-díjas, de hogy szerintem ez, ez, nagyon fontos téma. Tehát azt akarom mondani, hogy itt vitatkozunk, de, de messze menőkig egyetértek ebben. És itt van egy a megoldás konkrétan. Ha minden férfi kihajolna, akkor az ügyvédirodáknak meg kellene győzniük az ügyfeleket, ahogy a kórházak is tettek, meg a gyógyszerészek, hogy van egy olyan csoportjuk, amely tökéletesen helyettesíti egymást, vagy a privát bankárok, és információs technológiát kellene bevezetniük az átadás átvételhez. Tehát, hogy azt mondják, hogy ha mindenki visszavesz, nem lesz egy ügyvéd se a világon, aki bármikor, bármikor, akkor az ügyfelek hozzászoknak, hogy ja, hát akkor az ő is mint egy te gyógyszerész. Tehát, és akkor tőle a riporter, tehát ha én egy nagy ügyvédi irodát vezetek, akkor ennek az egyik módja az, hogy azt mondom az ügyfeleimnek, figyelj, nálunk már nem csak az önök ügyvédje az a valaki, hanem egy egész csapat dolgozik az ügyén. És akkor erre azt mondta az Óberdiás, hogy igen, de jó munkát kell végeznie. Nem szúrhatod el, mondta, mert ő is érzi az észak-kóra effektust. Tehát ő is érzi, hogy itt most a világot egy sokkal szarabb irányba vitte el, de szeretné, hogy, hogy ne. És egyébként, amivel nagyon egyet tudok érteni, az az, hogy Goldin kutatásai nem csupán a, múlt megértéséről szólnak, hanem a jövő megváltoztatásáról is, igen. Ha megértjük, hogy a technológia, kínálata, a kereset és az ösztönzők hogyan egészítik ki az olyan dolgokat, mint a társadalmi normák és a törvények, akkor javíthatunk azon a képességünkön, hogy a világot a kedvünk szerint alakítsuk át. A tudás végül is hatalom. Tehát ugye mi volt az ő üzenete? Ezek mind Aha. Jó. Mi volt az üzenete? Az, hogy meg kell érteni azt a vécsgepet, és és nem politikai témát csinálni belőle, mert akkor a hazugság irányba megy el, hanem ha megértjük, akkor onnantól kezdve lehet kezelni, és aztán, hogy most az jó kezelés, hogy lean out vagy nem jó, azt az most mindenki már magára bízom, de na ez volt. Tehát nekem nagyon tetszett ez a nobel vég Összességében azt hiszem, elégé Mindenki tetszett. úgy válaszol párt, hogy tudja, hogy lean out vagy lénin lesz. Igen. Mikor de... és kinek? Na és erre azt mondtam, hogy az ember gyorsan változik. Ilyet nem lehet csinálni, mert az nagyon nehéz, de... Hát figyelj, rengeteg faktor... Zsoltféle racionalitásnak nem, de barács, nem, 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 állj. Tehát amikor várt választ, az 100 millió faktort veszel figyelembe. Tehát itt a szépség, ilyen banális dolgot is szépség. Meg, 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 mit tudom én. Tehát ezt mondhatnád, hogy minek, hát az úgyis elromlik. Ha... Hát ha megkérdezi, nem, romlik el, egyébként. ha, ha megkérdezi a lányom, hogy mi alapján válaszom párt, bárkinek a lánya, szépség, vagy vagy inkább ész, vagy vagyon, vagy... Hát a szépség lesz az utolsó. Hát milyen hülyeség a szépség? Na tessék, ezt a választ vártam. Na, ne figyelj, na menjünk el most 60 már évesen is. már mindenki úgy is csúnya, nem? Vagy már meg, vagy? az meg pláne. Kivéve az a, a szalma helyeket, azt pont most láttam. És <laughs> már nép... 60 és nagyon szép. Nem, na, azt hiszem 50 és nagyon szép. Na, népszerű szavazás most is. Ja nem, ezt nem tudom, értem. Csináltam egy szavazást a Spotify-on. 20 év ugye a múltkori adás. Végre egy értelmes kérdést tettél fel, gratulálok. Örülök. Mindig akkor a hülyeségeket. Csinálsz, Örülök. És... De a válaszokkal biztos nem lesz elégedet. 20 év múlva kiteljesít jobban ez volt a kérdés. Először Én... fel, milyen válasz Én vá... átveszem tőled, ez itt van előttem. Válasz lehetőségek négy darab volt, négy opció. Magyarország, Románia, Lengyelország vagy a Holdbeat alap. Holdbeat alap volt a hülyeség. Uh, de, hát miről beszélsz? Hát a, a, a public, public, a public szóval. ugyan, ugyan kapott 30%-ot, de... Ez de volt a hülyeség. Uh, na hát és Lengyelország kapott, egyszerűsítsünk, Lengyelország kapott 50-et, Románia 10-et, Magyarország 10-et. A holdbit alap 30-at, de hogyha hogy kivennénk a holdbit alapot, mert nem írtad volna be, és így arányosítanánk hát akkor Lengyelország brutális elsőpről. Így van. És azt hiszem ez egy politikai felmérés, nem? Tehát, hogy ez egy fölmértük gyakorlat, nem? Egy kicsit. De, de, de. Tehát, hogy... És a beat, a hold beat alap a safe space. Tehát azt mindenki bemer írni, hogy ebben a izében, mert annak nincs politikai üzenete. Mert ugye miért változtam mindenki egy országot Aki alapot hülye vagy Zsolt, együtt röhögök veled. de mm. ez, 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 volt a üzenete, annak, space. az üzenete. safe space. Ezt hívják safe space-nek. Nem... De szerintem nem, nem, nem nem azért tették már, hogy nyert az ellenzék csak, hanem Lengyelországnak ilyen szempontból nagyon jó a reputációja. Szerintem azt sokan tudják, hogy az előző válságban, mint a 2008-asban, ugye ők nem is mentek recesszióba, Igen, Lengyelország nagyon integrálódik, politikailag nagyon erősen kapcsolódik a nyugathoz, tehát szerintem sokan ebből arra következtetnek. Romániának ilyen hmm. szempontból sokkal rosszabb a reputáció, még Románia is nagyon be van ágyazodva. Csak hát a, a dinamikátra, ahogy nézzük, csak keletebbre van tőlünk. De, de egyébként di a igen. dinamikát elnézve azért Roma, Románia, Románia De persze igen. Most az a kérdés, hogy dinamikája. Romániának relatíve rossz a reputációja itt a szavazók között. De a dinamikája nagyon jó. És de mondjuk itt néhány, szava, néhány, száz szavazatról? Aha, néhány száz szavazat. Igen. Tehát, hogy. Na mindegy, érdekes. Romániának rossz a reputáció ahhoz képest, ez mert Én utálják, azért. tudod, Románia elárult minket a második világháborúban. Előbb lett vége a második világháborúnak azért, mert Románia. Ú, na, azt <laughs> Jó, oké, menjünk Tényleg, ha egy... meghívunk egy történészt is két óráig, ezt bocogatjuk, utána lehet róla a véleményen, de megint hülyeségeket egy ne, ne, Nem, nem, ebben hülyeség nincs, nem. A hülyes... Nem, ebben biztos, hogy nincs hülyeség. de, nem, nem, megyünk bele, de hogy, hogy í, í, most, kaptad, most kaptad a legracionálisabb mondatot ebben a témában, abban egészen biztos vagyok életed során. Na, de akkor figyelj, tessék, most, mennyit most ilyenkor a felelősséget minden románok által elkötelezett incidensért és Nem, szó. Hát most mi Te vagy a te Megint már rossz helyre álltál, mert megint, megint itt általános ez általánosítasz, mint hogyha... Na, menjünk. menjünk tovább, mert ez, nem jó ez nem Akkoriban jó el, fontos volt, hogy ki melyik nemzethez tartozik. Na, figyelj, valami fontos, itt vannak az érzelmek, tessék. Ha megkérdezik tőlem, hogy ki a példaképem, akkor az első az nyilván Dr. House második az David Hasselhoff, és a harmadiknak mondtam volna Chandler Binget, vagy mondanám Chandler Binget, aki szegény most meghalt. A színész nevét nem tudom, de... Matthew Perry. Matthew Perry, de tudtam is akkor. E, valószínűleg Chandler Bingezni fogom. Egyébként, ami neki... És azt akartam, hogy ide bejátszom a kedvenc idézetemet tőled, de aztán kiderült, hogy ezt Mónika mondta a kedvenc idézetem, úgyhogy nem, mégse játszom be. E, viszont Matthew Perinek volt egy ilyen végakarata, mondjuk így, és azt, de mondtad, te, de te előbb te azt nézel meg, hogy... Tehát te előbb tudtad azt a nevét, hogy, hogy Chandler? Persze. Mert te nézted a jó barátokat. Ha. Mert azt, hogy Bingnek hívták, azt én soha életemben nem hallottam, azt ellenőrzöm most itt, de. Én nagyon sokat néztem Friends-et. Írt, írtam diplomamunkát, Igen. még nem a saját. Aha, én csak azt tudtam, hogy Chandler, de nem tudtam, azt, mert én sosem néztem a jó barátokat. Hát az azért egy nagy űr az életedben. Azt most hát meg de mire, mire én elkezdtem, és nézni, ez már rég element. De az mindegy. Az, 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 egy, az, 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 az jó. Persze eredetiben nem magyarul. Értem, Ered... de hogy. Szóval ne, nem azt Nem hogy az közvetít a sok... egy olyan kultúrát, vagy egy olyan világot, Jézus, ami elmúlt. Jézus. Ja, ne, úr. ja, nem arról beszélek, hogy női elnyomás, hanem hogy mondjuk 90-es évek New Yorkja. De nem, ezek beszélgetések. Semmi köze ez. Semmi köze ez. Ez beszélgetések. Én nagyon vicces beszélgetések. Tehát érted, ha sorozatot nézel, akkor azért jó barátok az. Még a lányom is nézi. 15 éves. Jó, elviszem. Hát valahogy én ezt. És, uh, Tudod, nekem már a Hawaii Meteor Mother volt az én korosztályomnak a jó barátom. No, igen, de, de az pacakabb. Na, Matthew Perrynek nek az a azod, a, a Nem, pacakabb. Azt most nem mert a, nem a, az mert az a... ezt a szó most került be a... Tudod, van a ez csiókirály? a... Nem a, ez a kőgazdag, tudod, bulvárk, van ez a kőgazdag sorozat, és ott mondja ezt mindig az egyik csinálva, hogy pacek, nem. így úgy. Nem? Nincs meg? Van a sok király, neked Azt hittem, hogy tőle vetted. Nem, ez te vetted. vetted a pacakot? Igen, de már egy új csók királyban szerepel ez a szó. na mindegy, adjuk ezt. Akkor na. neked a 70-es évekből jött, de reneszánszát éli ez a kifejezés, csak szólok. Hadd menjek el Chandler Bing irányába, mert Matthew Perrynek az volt a fázi végokrata, hogy mindenki a jó barátokról fog rá emlékezni, de ő azt szeretné, hogy arról is emlékezzenek meg, hogy mennyit segített ő a többi drogosra. Mert ugye neki az volt a baja, hogy abszolút drogos volt. Tehát a tíz évvel abból full, full kábítószeres volt az izé a jó barátokban. És hogy, hogy miután Kijött ebből az ő izéjéből, addikciójából, mennyit segített több ilyen addik, addikciózusnak. És akkor berakjuk ide három percben a, a füves adásunk legvégén, ahol Dávid beszélgetett. Ö, velem, meg a meg Demeter Zsolt pszichológussal. Biztos má, mindenkire másképp hat a fű, rá így hatott, hogy egy ilyen a rövid távú memóriáját teljesen kikapcsolta, és Viszont ennek volt egy másik következmény, ez egy elég okos ember, aki nagyon sokat szokott gondolkozni, kiváló társasága önmagának, nagyon jól elszórakoztatja magát gondolatokkal, meg párbeszédeket rakóztat, és a többi. de ezt elveszítette ezt a társaságát. Tehát elveszítette gyakorlatilag önmaga a társaságát, mert egy gondolatot nem tudott végig gondolni, hiszen, hiszen annyira fő a fű hatása alatt volt, és, és akkor ezen az én marketing üzenetem, hogy mindenki legyen olyan ember, aki annyira szórakoztató önmaga számára, hogy az önmaga társaságát nem akarja elveszíteni, csak azért, hogy egy kicsit bizseregjen a bal kezze, vagy én nem is tudom, mi a, mi a pozitív hozadéka. Mit szólsz ehhez a marketing üzenethez? Jó. Te, te, nyilván, ha, ha jól értem, akkor az az, a, az, 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 az üzenet talán, hogy hogy nem éri meg, meg, hogy nem éri meg elveszíteni magad. Mag. Igen. igen. Sokkal jobban megéri, megéri, megéri önmagadat megtartani társaságnak, mint bizseregjen a balkarod. Igen. Ugye az a baj, amikor és erről beszélt volt, hogy valami, kinek a személyiségéhez valamilyen drog illik, amikor egy szer hatására ugrik elő a te saját társaságod, és pont hát, ez hát, okozza ezt a jó. Igen, éve. hát most már olyan jó lezárás, hogy nem akarok visszakanyarodni, de hogy igen, tehát pontosan így van, mert ez az ellenkezője. Tehát akkor van kockázata a, a, a szereknek, hogyha nem vagyok magamnak. Jó társasága. Tehát vagy uh -huh. picit általánosan, hogyha nem, nem, nem tudok valahogy itt a világban ügyesen, jól, boldogan, többé-kevésbé. Tehát nyilván nem fenékig tej fel senkinek, és főleg nem mindig, de hogy, hogy ez egy kérdés, hogy, hogy ha, ha, ha többé-kevésbé itt elboldogulok, és jól vagyok magammal, a környezetemmel, a szeretteimmel, a munkámmal, akkor, akkor azt nem akarom elveszíteni a, a, a drogokkal, így van. Ha nem vagyok jól, akkor, akkor, akkor jön az, hogy próbál valamit az ember találni, ami ezt ezt így vagy úgy kompenzálja, és ott 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 van. Ott, ott, ott van kockán. Szóval na, igen, egyetértek. Nem sikerült a szép, De sikerült, de van még egy. Na, még egy. Arra már nem is A még jobb no. lezárás. Ugyanis kevésbé fengkölteni is el lehet jutni ugyanígy, de ha az ember, és, és én ilyen voltam, az ember mindig józan, nem hiszik buliban sem, az kurvára csajozós. Tehát mindenki higgy el, az nagyon csajozós, hogyha én vagyok az egyetlen józan ember a buliban, ezért se így adok gyerekek. De miért Dr. House az első példaképet? Mert a David Hasselhoff az a kinézet, gondolom? Hát az úgy minden. A Dr. House, hát ő, ő, őt se ismered? De, de, de. Hát mi, hogy mi, nagyon okos. okos minden, mindenki hazudik, mindenki hazudik. Üh, ő is hazudik? Nem, nem néztem a. Az ő állítása, hogy mindenki hazudik. Tehát, hogy minden, úgy, mindenki rá kell látni. Úgy érted meg az embereket, hogy nem is beszélgetsz velem. Ha beszélgetsz vele, úgy is hazudik, abba, abból semmit nem tudsz levonni. Hát ő a teljes a ráció, ő a fúráció, Ezért. Na, és Neil deGrasse Tyson, ő az, aki a, 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 a science-ből izét, populáris kultúrát akar csinálni, és itt van egy tőle, egy idézet. Nagyon csodálkozom, hogy mintha a Bermuda háromszög megszűnt volna működni. Mert mintha ott nem lenne olyan sok dráma mostanában, ezt írta ki, és akkor hagyja, hogy a kommentelők izé anyázzák egymást. Nagyon viccesen csinálja. Mit szólsz, a Bermuda háromszöget ismered valásban? Hát eltűnnek hajók, meg a repülők. Na, de nem tűnnek el. Tehát ugye az is egy ilyen hiszti volt. A, a, hát Van egy ilyen a misztikum, legenda. Hát persze, de azért nem mindjárt. A Bermuda háromszögben óriási mai napig, óriási a forgalom. A napi forgalom, a tengeren is, meg a levegőben is. Az egyik legnagyobban, legtöbbet utazott shipping lane a világon. És volt, már a 19. század közepén volt ilyen, voltak ilyen legendák, de a Bernuda háromszög szó az 1964-ben jelent meg, amikor jött egy ilyen bolond újságíró, egy ilyen elmélet újságíró, és, le, és azt hiszem akkor épp eltűnt két izé. USA Air Force gép, és akkor, akkor elkezdte ezt csinálni, hogy Bermuda háromszög, és elkezdte az embereket szopatni ezzel, hogy úristen, mi van ott, és hajók és, és, és izék százai tűnnek el mindenféle nyom nélkül, és valójában az a helyzet, hogy semmivel sem több ott, az ott eltűnő hajók és repülők száma, mint bárhol máshol az Atlanti óceánon. De régen sem volt, így meg nincs valami időjárás, tehát simán lehet, hogy van valós alapja ennek, mert mit tudom én, ott nagyobb a köd, vagy hát érted? A tudomány szerint nincs. Aha, jó. Na majd utána olvasok. volt ilyen metán pecsek, ott jönnek ki a tengerből, és akkor, na mindegy. Na jó, valószínűleg nem olvasok utána. De nem teljesen hiszek neked. Mert simán lehet ilyenkor, hogy ennek van valami valós ilyen, hogy ott valami időjárási jelenség más. De most megint beszélgetünk valamiről, hogy nem tudunk. Én tudom. Jó, akkor volt tudom. Én tudom, Te mert tudtam, hogy, hogy semmiféle ízénincs okay, jó. Volt egy újságíró, aki beszophatta a népet a Bermuda áramszeg a nép pedig lelkesen ráugrott, hogy végre, végre. megint van egy misztikum, ami ez a Loch most azt is elkezded nekem magyarázni, hogy lehet, hogy van mögötte valami? Hát figyelj, én voltam a Skóciában, nagyon vélezető, bármilyen. Ja. Na, oké, okay. na figyelj, a út bemersz, másikába Voltam nem? Loch Nessi Múzeumban is ott a Skóciában. I -i, és mi volt benne semmi, nem? Hát de nem ilyen teóriák voltak, meg, meg hogy fényképek... Fényképpen a tóról gondolom, mert az... Hát a tóból a... kiállt ez. Az a, a, ez a, az... a, azt már megtelett, aztán megfejtették, hogy ki, ki csinálta. Azt hiszem, arra van, van megfejtés. Valami valami csávó, aki nagyon ideges volt. Ö, áh, így, nem tudom, ebbe az eutanáziában belemegyünk. nagyon ideges, ezt olvasom, hogy van egy szegény ö, alkotmánybíró, aki meg szeretne halni, mert... Ebben nem egy... De hogy érted, ez az állami szabályozás. Tehát amikor véditek az állami szabályozást, ez az állami szabályozás, nem engedi meg, hogy meghalljon. Hát ez, ez egészen elképesztő. De egyet értek, tényleg nem menjünk bele, nem úgyse fogjuk a aspektusait ennek. Jó, nem menjünk. Mások de... ezt megteszik. Rengeteg. Jó, oké, okay, ne nem menjünk bele. De mert, mert, ez, mert, az, az az Ez szolidaritunk természetesen a Miért hát, természetesen? Nem. Hiszen, hogyha, hiszen a magyarok többsége nyilván nem vele szolidarít. Hiszen... Ez, ez, szerintem ez nem igaz egyébként. Akkor szerintem megváltoztatnák ezt a törvényt. Nem, hát most nem. Jó. Nem, hát nem az, az álla, álla, tehát az, hogy királyítja az államot, a kormány, az, az meg... Akkor meg az, szavazói köztet, az ő szavazói közt. Az ő szavazói közt. azt tippelem, hogy ott sem így van, de nem tudom. A... Na jó. Na, ez az, ember nem menjünk bele, amiben belemehetünk, mert, és ebből következik, a, ezt Chris Hayes írta, a Legveszélyesebb érvelés egy poliszi egy, egy, egy mellett a következő. Valamit csinálnunk kell, mert ez szörnyű. Itt van valami, úgyhogy csináljuk ezt a valamit. És hogy ebből vannak a legnagyobb baromságok ő most ezt konkrétan az izére a palesztin izraelire gondolta, hogy, hogy, hogy mivel a palesztinok lövik az izraelieket, ez szörnyű, tehát csináljunk valamit, leruhanjuk Gázát, amitől még szörnyűbb lesz a helyzet valószínűleg, vagy nem tudjuk, most mindegy, de hogy azért, mert az, ez, és akkor ez az érvelés, ez, ez mögötte, és az hogy, az hogy, itt van egy ilyen izé, valamit csináljunk, mert ez szörnyű, azt hittem, ezt a magyar kormány csinálta, de nem, a Biden csinálta a következőt. Biden egy, kiráadott egy rendeletet, az arra, hogy mostantól az AI az legyen szép, secure és megbízható. Én nem értem, tehát a politikusnak feladata az, hogy ezzel foglalkozzon, még akkor is, hogyha rettentően nehéz intellektuálisan ez a kihívás. Tehát nem baj, hogy a Biden ezeket mondta. Nem baj. Hamis biztonsági érzetet kell, az lehet, hogy nem jó. De hát ez a célja, hogy hamis biztonság érzetet, mert hogy azt mondja, hogy de legalább akkor biztonsági érzetük van. Az nem jó, hogy van. Na jó. Na, de jobb, mint lerohanni a szomszédos országot. Tehát mégis Biden még jobban, jobban áll, mint Putyin mondjuk. Mert ő is egy ilyen hamis biztonság okból rohanta le Ukrajnát. Na jó van, elköszönünk Balázs. Így van. Sziasztok. Na sziasztok.